Kedd délután 1 óra 25 fok. Az egyik szekszárdi kisboltba több vásárló is érkezett, és jó néhány sör landolt a bevásárló kosarakban. Az üzletvezető azt mondja, ez nem meglepő. A koronavírus járvány idején jelentősen megugrott a sörfogyasztás az általa vezetett 5 tolnamegyei boltban. A szekszárdi üzletben megduplázódott, a hajósi boltban pedig megháromszorozódott a sörfogyasztás, de szájderekből is több fogy, mint egyébként. Megyünk bele a nyárba, és ugye ilyenkor alapból is jobban szokott fogyni a sör, de most meglepően megugrott az eddig nem megszokottak alapján, és a minősége, tehát minőségi szeszek, azok viszont egy kicsit visszaestek. Báló Dávid úgy látja, a járvány gyökeresen átírta a vásárlási szokásokat. Tisztítószerekből és az olcsóbb alkoholtartalmú italokból több fogy, mint a koronavírus járvány előtti időkben. Viszont kisebb értékben vásárolnak a vevők, és a forgalom is elsősorban délután és este erős. A délelőtti forgalmunk az nagyon-nagyon visszaesett, viszont a délutáni nagyon-nagyon megerősödött, ami ugye azt jelenti, hogy a vásárlói szokások is megváltoztak, mert tehát ideig, aki délelőtt jött, az most délután jön, és nem ugyanazt vásárolják, nem tudom, hogy miért, nem ugyanazt vásárolják az emberek, amit mindeddig vásároltak. Most a járvány ideje alatt valahogy ez felfordult. A karantén és a kijárási korlátozás idején növekvő alkoholfogyasztás egyébként az ELTE kutatóit is megihlette. Az Egyetem Klinikai Pszichológia és Addiktológia tanszékének munkatársai kifejlesztettek egy applikációt, amiben egy naptárban vezethetjük, hogy mennyi alkoholt fogyasztottunk, mennyit költöttünk, és célokat is állíthatunk fel az alkoholfogyasztásunkat illetően.